vagyunk az Juliennél, na, teljes generálban van az Anna Mária, mondanom se kell, valami van a vállával, és itt így nézek, Salvatore úgy figyel, hogy miről van szó, ugye? Anna Máriát mondja, fölökik a másik ágyra, de nekem aztán jövök én édesze, mert úgy fáj, de rekam, hát mondom, mert kérdezem az Juliennt, hogy tegyél már engemet rendben, megőrülsz, megoldulsz, utána a Bubesz is jön, őtet is megnézzük, mert ja, mert a Bubeszt azt azzal asszogatjuk folyamatosan, hogy puposz. Azzal asszogatjuk, hogy puposz a Bubeszt, és most mondtad, oké, hogy nem puposz, hanem nagyon izmos, mert a Bubeszt ki van pattintva nagyon csúnyán. Jézusom, el tudnád kezdte képzelni. És akkor most így berongyoltunk, hogy Julienhez csienyukámnak kiropraktor. Ott vannak a diplomái, Atlantában végzett anyukám. Rossz helyre nem mozlak, nyugodjál le! A Dizipol? Na most löki rá az ágyra, Anna Marit, nézek? Piffa, de nézd. Most először házszal. Leülteti, asszi. Inkább mert franciál is megtanítalak közben. Hát nézeg, elővette a kis pisztolyát. Juliennek kis jó nagy pisztolya van. Most, nézeg, most elkapja, mint sárga. Oda néz. Piff. Juliennek a pisztolya. Egyébként tényleg nagyon... Levegyem a láncom, azt kérdezem, nem, hogy leneved, mert elhagyod. Már két ilyen láncot elhagyott, ne el tud képzelni, miből. Biffisz így rendben, isteni jó dolog egyébként, tényleg merem javaszolni bárkinek, hogy így kosztolja fel Julien, angol-franciául beszél, meg olaszul. Meg hogyha nem tudnál egyik egyszer anyukám, akkor ne ilyen bejön, azt egy össze-vissza fordítgat, úgyhogy nagyon vigyázzál, hogy mit mond. Biff, helyre csapkodják neki a gerincét, érted? Azt mondja, hogy nem fáj szemről, nincs semmi komoly gond, de... Most nézd, szelkapja, kirogatja, dí, kapom. Meg is fordítottak Csólit. Ez most, Bubesz, ez ki van? Nem, anyukám, ez sportos. Mert akkor is kell valami kezdeni, mert jól látod? Ez vagy ízé spéci ágy, anyukám, popolsz, megvettelsz ez az ágyat, nem ingyen van. Tehát csak az Amerikánban van rendelve, csak kiroplakta, és most ott dik, paf, most nézek, most kapja. Sőt, nézek, krak. Azt figyelj, ezt figyelj, figyelj, most. Ez mert az ízé lilegez, vedd a levegőt, dik, taka. És a Juliennek kiesik a izében, ezek kész kapol. Most aztán nincs vissza, úgy van egy ilyen masszírozógépe, és akkor azzal tudod így meg hát így kiroplakra, kihúz, meg minden, és azzal belazít, imádom. Egyébként ne jegyél meg attól, hogyha nem megy az angol vagy a francia, mert itt van a kis felesége, és ő magyarul bejön, és mindig befordít, lefordít, kifordít, megfordít, nyugodjál meg, követő rajongó, óriás egyébként. Na, hát micsoda Friday-unk van. Hallod még, ha így megkúzálok, hogy két centit még nősz is. Most nyílt egy ilyen pupos szüte. Na, nézd meg a pupos szütet. Te miért kértél? Ez itt az iroda mellett nyílt egy ilyen pupos. Az Eszterházi. Nézed, ahogy villog az egész? Kezeld egy ilyen mindenmentes, pupos, sovány vigasz itt nyílt az irodában. Nem kell átmenni a 13-bat, mert nézed? Halálőkkelő, be tudol ülni, cukrászdálni, nézd meg! Hát igen. Itt egyébként egy volt valamilyen kézzel festettek mindenfélét, és most néznek, hát... A Városmajor egyre inkább kezdi magát itt összekapni. Ja, majd átmegyünk, mert itt van a Városmajori színpad. Na hát ott olyan előkelő előadások vannak. És ugye ez mindenmentes, glutén, laktóz, nem fog... Van teljesen tejmentes. Van kis... Na, hála jó égnek. Akkor reggelizni simán ide tudok jönni, mert ugye itt vagyunk a házban. Lerongyolok, és tudok egy Benediktet benyomni? Most nem. Amerikai palacsinta, nut. De őszre azért csak megnyílik. Jó, mert azért itt akkor a reggelire hívom a
kedves ügyfeleket lesznek, és vannak teák, jaj, de jó. Hát ide fogunk járni puposzkodni, ez most. Ma nézem is. Egészen oda vagyok, hogy végre megnyílt. Emlékszem, egy ilyen 3 hete nyílt, nem is, akkor ilyen lufi volt meg, mind ki volt kerázva. Hát ide járt az egész városmajor. Na, mindjárt át fogok menni majd követővel. Jé, meg vagyok ötözve. Már megyünk majd a városmajori színpadra, mert az viszont nagyon ki lett kerázva. Te nem tudod elképzelni, milyen előkelő előadások vannak ott. Úgyhogy mondjam, nem ma, de valamelyik nap megmutatom. Anyukám, Jézus, mindegyel, Sofi Cilla már jön, megy mindenfelé, megőrült, megvadult, teljes idegben vagyok, most jöttem ki az Apple Store-ból. Ilyetekkel. Minden. Te, most megyek a patikába, hallod? Most voltam a matába. De megőrült, hogy kézzel a tékomba be kellett mennem, hát intézem az ügyeket. És hát anyukám, én matávozok folyamatosan. Hát úgy nézett, nem volt 23 marcel, halálszúrva anyukám, már mennyasszonya van minden. Ez pupos, itt vagyok. Te még a hétvégén tart a Nagy Cilla akció, a 25% után a takába kerül az egész. Nézd meg a Moisture Search, hello, nézd meg, előkelő ez az egész. Te, ez annyira ízlik nekem, és erre is megy a 25%, mindenre be van okizva a 25%. Ne higgyed azt, hogy nem, ez általán nagyon jó. És Szörlin a krémeket imád. Kérdezhetem, hogy mi folyik ki gyöngyöspatán. Sziszola? Sziszike? Hát mi történik itt? Sanyika, te ide nyomtad ezt a tesztet? Sziszikét meg nem akarod beengedni? De gyerünk, Sziszike, föl. Hát nézd oda, hogy mi folyik ki gyöngyöspatán. Hát mi történt ma? Volt házérzés? Sziszikét megtanítottad házérzésni, vagy a dubajozásra tanítottad meg? Szeretném tudni. Vacsora volt? Sziszike, mi történt itt? Sziszko? De valamit mondjál már követőnek, rajongónak, talán idegbe rakol engemet, tehát hát semmit nem akarod elmondani. Szerintem, te meg arról azt hallottam, hogy megfogod a Sziszi farkát, és annál az úgy húzod végig az egész a flaszteren. Hát jó pofa vagy, ez a kislány. Tehát ez a kis Sziszi, milliószor elmondtam, hogy a lányoknak nem így kell udvarolni, nem a farkuknál fogva kell húzogatni őket. Sziszike, neked is elmondtam, hogy előkelően kellesed, ez nem kelletés. Sziszike, ez nem kelletés. Hát nem így kelleted magad valaki előtt. Még többet tudni erről az egészet. Mi folyik a gyöngyösbeten? Miért dobott szét a tested el? Mit akarod? Most te mész? Sanyika, nézd meg, hogy... És egy halálugrással, egy tigrisbukvences halálugrással támadtál. Sanyika, oda nézd. Óvatosan, finoman játszál. Sziszike, kelleted a testedet. Hát anyukám, mit hagytak engemet, mint Szent Pál aholáhokat? Hát itt nem képzelni. Hát engemet itt hagyott mind a két gyerek, én fekszem akar. Hidegbe el kéne mennem a Lady Dömper szüli napjára. Milyen köszöntöm itt be a öreg Dömper. Qu'est-ce qu'il y a? Saïté mouillé? Anna Marie pakol. Bon, d'accord. Bon. Alors, il y a un peu discussion avec ma famille. Oui? Vous demandez, oui? Van mérleget. Non, mais j'ai un petit truc, je vous donne. Jövök anyukám takar. Sanyika, ezért mondtam, hogy a te korodban már nem lehet fiatal pipiket hajtani. Értsd meg. Most már nyugiban vagy. Megint azt szeretnéd, hogy ugyanúgy, mint fiatal korodban, buliból buliba? Hát már most alig bírjuk összeszedni magunkat. Pipiusos sáskapának szerelem gyereke.